Szavaztok, na fiúk, lányok, megint egy olyan gép, amit szeretnék bemutatni, egy kis anekdotában. Elég ritka kis masina ez, Husqvarna 133R. Na, mit kell tudni nagy vonalakban erről a masináról? Hát, szintén egy kis ilyen, hát nem hobbi, de nem is professzionális gép, ilyen univerzális kis köpcentis, kisebb köpcentis mazsina, ház körüli kisebb telekek gondozásához, illetve kisebb gyümölcsösökhöz ajánlott, én azt gondolom. A köpcenti meg a kialakítás mi voltjából kifolyólag, és ez a gép is egy japán eredeti motorról van ellátva, aminek a lökett térfogata az ugye leírás szerint, hát 33 köbcentinek kéne le, hogy legyen, de hát ugye tudjuk, hogy mindig fölé skáláznak kicsit. Igazából 31 és 32 köbcenti között van a lökett térfogat, illetve hát egy ilyen nagyon kis, mondhatni erős és spártai, ugye, az oleumakkok után, hiszen a felépítésből kifolyólag egy nagyon kis, egyszerű kis valami, könnyű, vékony, a száru, az a 28 mm-es cső van hozzá, illetve az a könnyebbik fajta lehajtás, amivel meg is küzdöttem, ugyanis az itt látható tárcsa, a látét tárcsa, ugye ez a racsnis, illetve a balkasztos tárcsa, ez nem volt rajta, és ezt úgy hozták ezt a gépet, hogy ez oda műfej, ez, tehát ezzel még így kaszáltak, és így bele égett a szöghajtásba. Igen. Az jött ki belőle a szöghajtásból, miután hát le kellett szednem kompletten a szöghajtást, aztán kellett forognom egy éket, amivel megtámasztom, ugye befogtam a satúba az éket, és azzal megtámasztottam a szöghajtást, illetve a vízpumpa fogó segítségével, amit szintén a satupathoz lekötött, hát már bánom, hogy nem fotóztam le, de mindegy, meg leleményes ember mindent megold, tehát letudtam a szöghajtást lefolytva, le tudtam tekerni róla azt a rozzant, agyonvert T-35-ös fejet. Ezt ugye hosszak hozzá másikat, már most én ezt összeraktam, tehát visszaoperáltam. Rajta van, alatta van rendesen a tárcsa, és meg is zsíroztam a szöghajtást már. Még dummy befűzésre vár. De először még a gépet kell rendbe tenni, tehát leszervizelni, úgy, hogy elinduljon. Ilyen gyertya az hiányzik belőle. Azt tudja miért, illetve szinyele is kapjuk ezt a burkolatot, végtelenített menet, vagy bele van rohadva ez is. Jó, hát lesz itt küzdelem, ahogy elnézem, harc az elemekkel. Azt mondta a gazdája, hogy ez a gép ez nagyon-nagyon sokat ment, és nagyon szerették, de már ő nagyobbra váltott, és ezt most nem tudom, elajándékozza, vagy eladja, nem tudom pontosan, de rendbe kell tenni. Láthatjátok, hogy milyen állapotok uralkodnak karburátor, szívótorok környékén. Itt is a klasszikus alulcom is, ez a forgó tolattyús tűs membrános karburátor, tehát érdekes, hogy ez a klasszikus, ami a kínai fűkaszákról már ismerjük, de igazából ez is egy japán eredetű karbi, tehát nem kell megijedni ilyen téren, ez is egy japán eredetű, igazából talán a kétütemű kis japán gépeken volt először ilyen karburátor, én ott találkoztam velük. Szóval. Mi lesz itt még a folytatásban, ugye?
megpróbáljuk a gépet elindítani, beüzemelni, ki lesz takarítva szépen, illetve a karburátor is kap egy tisztítást, illetve felújító szettet. Rakni fogok bele egy új gyertyát, kicsit elpucolom a burkolatokat, hát nincs sok minden igazából, a légszűrőt, ház, engerfedél, illetve majd a berántót is leszedem az én, és elpucolálom, mi alatt megfőzem a karbit, meg átnézem még ugye a gépet, aztán ennyi, rakjuk össze, és kipróbáljuk majd hátul. Úgyhogy ennyi, ez a kis 133-as, még néhány adatot azért, amit így utána néztem. Én még egyszer mondom, a japán eredetű motorka, kis 32 köbcentit is masina. Ugye volt régen ez a 132-es, ilyen is volt, meg 32-es is volt. Tehát ez valószínű, hogy azoknak a kategóriáját pótolta már ez a gép. Egyébként más se gyártják, ha jól tudom, tehát talán 10 éve volt forgalomba, most már nincs. Ez helyett van szerintem a 135-ös. Viszont ennek mondjuk a teljesítmény az elég gyér, tehát nincs meg a 1 kW kimenő teljesítmény se, tehát 0,9 kW-ot írnak rá, ami 1,2 lóerő, hát ezt én elég harmatosnak ítélem, tehát általában ez a 25 köbcentis, 24-25 köbcentis osztály tudja ezt csinálni, produkálni, de hát most lehet, hogy csúnyát fogok mondani, de az igazat megvalva, és most lehet, hogy egy pár ilyen japán gépimádót vagy fanatikus meg fog bántani, de maradjunk a ténynél, hogy a teljesítményben meg erőben a japán motorok, ezek a régebbi típusúak, Komatsu, Zenova, Maruyama, tök mindegy, ezek mindig is alul maradtak a európaiaktól, tehát ennyi. Na, szerintem elmondtam mindent, úgyhogy hajrá! Huszkorna 133, elinduljuk. Nyújtás, szivató, pumpa. Közben folyamatosan leselkedek. Mindig attól tartok, hogy jön valaki egyfajtában, olyan átjáró házi, hogy őrülök.
piszkos, finom gép. Könnyű, mint a pehely. Fincsi. Tök jó kis mozsina. Tudom abba hagyni. Hajtom ki belőle a lelket. Nem volt benne sok üzemanyag, kiszippantotta mindet. És hogy... Jaj. Fel lett javítva a karburétor. Na gyerekek! Ezt kikapcsolom. Megint rábasztam, mert nem hoztam arcvédőt. Rivert a jobb szememet, de mindegy. Ja, finom, finom masina. És meg, itt jön elő megint az, hogy mi hova való, ugye? Megvan az minden gépnek, hogy hova, mire való. Tehát egy ilyen kis masina, mindez, ez pontosan arra való, hogy kényelmesen otthon körbeszegélyezzé, meg ha van egy ilyen, mit tudom én, ehhez hasonló füves, fás, sított, parkosított tizéd, pár száz négyzetméterre, de akkor ott azért, ahol mondjuk fűnyíróval ugye nyilván nem tudsz rendet tartani, akkor jön képbe ez a gép, egy ilyen kis szuper ügyes kis masina, és én azt mondom, hogy ez megérte az árát. Nem tudom, hogy mondjuk mi lehetett az ára, amikor annó, akkor megvették egyébként. Nem is tudom mióta. Ezt nem is gyártották sokáig, talán pár évig csak, ahogy utána néztem. És ugye egy az egyben japán, de hát ugye ahogy mondottam, hogy nem kell hanyatt esni a japán gépektől, mert finomnak finom, az biztos, meg könnyű, meg minden, de viszont a teljesítmény az azért elmarad. Az azért elmarad a európai gépek árnyékában. Tehát magyarán mondva, hogy jó, nem tudom, hogy mennyire fogalmaztam jól, de sehol sincs. Ennyi. Amúgy
tényleg egy finom kis masina, élvezetes vele dolgozni. Jó az, ez a hosszú szár, ez egyre jobban kezdek rájönni, hogy milyen jó az a hosszú szár. Láthattátok itt a mederbe, a part oldalon jöttem lefele, és így a lejtőn lefele jövet sem volt gond, tehát simán tudtam izéni vele dolgozni, széles rendbe. Úgyhogy 20-133, bemutatva, ez is kipipálva. Én búcsúzok, legyetek rosszak és alihó.